Ma innen a műhelyből jelentkezem, mégpedig azért, mert egy körfűrészt fogunk összerakni Ricsivel. Ezt a körfűrészt is a nagypapájától kapta, és már egy részét a fánknak össze is vágta, ott látjátok, hogy a plató már félig tele van. De első körbe csak egy ilyen kisebb lapot tudtunk hozzávenni, most vettünk hozzá egy nagyobb fűrészlapot, úgyhogy egyrészt a lapokat cseréli ki, másrészt pedig teljesen szétszették már ezt a fűrészt, újra festették az állványát, a deszkázatot kicserélték rajta, és akkor most újra össze kell rakni. A helyzet az, hogy a festés még nem száradt meg teljes egészében, úgyhogy most bevittük ide a melegre, hogy talán is már gyorsabban szárad. Mit szóltok, milyen jó színe lett? Nekem nagyon tetszik. Milyen piros? Ez szívem. Pöttinger, igaz? Nem, ez Pöttinger piros. Ugye? Úgyhogy nagyon jó, de sajnos még tényleg ragad egy kicsit. Viszont egy-két alkatrész fehérre festett, Ricsi. Ez a szíjtárcsa, ugye? A szíjtárcsát és a tengely az fehér lesz. Szerintem nagyon jól mutat majd a pirossal. És akkor ez a 40-es fűrészlap, amit végül sikerült egy teljesen váratlan helyen megvásárolnunk, gyakorlatilag egy ilyen kirakodó vásár volt a szomszéd faluba, és ott tudtunk venni, holott előtte egy csomó üzletet körbejártunk, és nem volt ekkora méret. A deszkázatot ebből a nagyon masszív anyagból készítette el, itt látjátok, rajta van a motor. A drága pálinkás üvegek. Pálinka, tudod hol van? Na, közítanásod. Megvan? Igen. Állategészségügy. És abba dugtad a pálinkát? Vészhelyzet. Ne szólt. Vészhelyzet esetére. Ricsi már el is rakta az égszíjat, úgyhogy talán láttátok, hogy ezen a felén zsanér van, úgyhogy ez az egész alsó lap megemelkedik, így lehet rárakni az égszíjat, és a motor súlya feszíti meg magát a szíjat. Egy trükkje van ennek a motornak, hogy ez egy 380-as motor, de mi 220-ról fogjuk üzemeltetni, ami pont elég ahhoz, hogy hajtásban tartsa a fűrészlapot, viszont ahhoz kevés, hogy be is indítsa a motort, úgyhogy az elején Ricsi ezzel a módszerrel fog rásegíteni az indulásnál. Mehet, dugd meg. Megy. Húzd ki. Ez a mi kis felújított körfűrészünk. Köszönöm szépen, körfűrész. Akadémiát végeztem, bazzeg, azért tudok ennyi mindent. Nem, miért jutott eszembe a szó? Úgyhogy ilyen lett a végeredmény. Szóval felhívnám a figyelmet arra, hogy ez pont olyan piros lett, mint a feliratkozás gomb, úgyhogy kérlek, hogyha követtek minket, és tetszenek a videóink, akkor iratkozzatok fel. Köszönöm, hogyha megnéztétek ezt a részt is. További szép napot, sziasztok! 3-ra, 1, 2, 3! Lecsomorozták be! Várjatok, majd én kivisz. Na, hát ez volt olyan nehéz.